Vadai Ágnes a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Pontosan mit írt alá a miniszterelnök? Az idén februárban az Európai Tanácsülésén volt egy ilyen záró dokumentum, amelyet az Európai Tanács tagjai, az állam és kormányfők, az Európai Unió állam és kormányfői egyhangú döntéssel elfogadtak, és ebbe benne beírták azt is, hogy végre kell haladéktalan hajtani azt a korábban decemberben elfogadott döntést, ami a menekültek áthelyezésére vonatkozik. Magyarul az akkor még a kvótáról, ami aztán kiderült, hogy már nincs tehát kvóta, de az áthelyezéssel kapcsolatos, a menekültek áthelyezésével, visszaküldésével kapcsolatos döntést Orbán Viktor februárban elfogadta. Na jó, majd... ez lehet önkéntes is. Tehát a menekültek áthelyezéséről szóló döntést haladéktalanul végre el kell hajtani. Oké, aláírom, de én ezt úgy gondolom, hogy mindenki önkéntes hajtsuk végre haladéktalanul, de aki akarja, az hajtsa végre. De az ilyen záró dokumentumokhoz az Európai Unióban lehet megjegyzést hozzáfűzni. A miniszterelnök nem fűzött hozzá olyan megjegyzést, hogy egyébként ti csináljátok, mi konkrétan nem, hanem ott ő Brüsszelbe. Hát gondolta, úgyis bíróság előtt van a mi nemünk, akkor mindegy is miért írjon plusz záró megjegyzéseket, mikor mi ezt egyértelműen elutasítjuk. Azért, mert miniszterelnökként többek között ezért is kapja a fizetését az adófizetőktől. Én azt gondolom, hogyha ő, neki van egy politikai döntés, amiről nem kérdezi meg a magyar polgárokat, hanem azt ő ott a kormányban vagy a parlamenti frakcióban eldönti, akkor és az az álláspontja, hogy nem támogatja ezt a dolgot, akkor azt persze szépen oda kell írni. Nem olyan bonyolult azért. Két mondatot a habonyművek talán meg tud fogalmazni, akár pro, akár kontra. Ha meg a miniszterelnök egyetértett azzal a záró dokumentummal, és a jelenállás szerint egyetértett, ez Donald Tusk is megerősítette, hogy egyhangú döntés született akkor az Európai Tanácsülésén, akkor még inkább igaz az, amit folyamatosan mondunk február óta, hiszen megszületett ez a döntés, és körülbelül rá egy hétre iratta ki a kormány a népszavazást, hogy teljesen értelmetlen volt a népszavazás, teljesen értelmetlen volt alaphangon 15 milliárd forintot elkölteni az adófizetők pénzén, és még ennél is rosszabb, hogy ugyan a népszavazásnak vége, a miniszterelnök persze kihirdette a győztest, aki ki más, mint ő saját maga és a Fidesz frakció, meg a KDNP, hogy mondjam, mini frakció, meg mini párt, de itt maradt valami, amit nem tudunk kisöpörni azzal, hogy vége a népszavazásnak, az, hogy a magyarok, a magyar polgárok egymásnak mennek. Hogy itt maradt ez a gyűlölet. Hogy ma úgy néz ki, hogy aki elment és úgy szavazott, ahogy a kormány, azoknak egy jelentős része azt gondolja azokról, akik nem mentek el, mert ezzel fejezték ki a politikai álláspontjukat, hogy azok nem magyarok. Hát ez nem normális. Szóval így de ennek így semmi kukárdás, nyilván nem megengedő jelleggel mondom, hogy jól van ez így, mert korábban is így volt, csak inkább arra akarok rá világítani, hogy ez nem egy új jelenség, hogy a magyarok egymásnak mennek, hogy ki az igaz magyar és ki a hazáruló. Ez a emlékezetes kukárdás országgyűlési választás óta így van? Igen, de olyan sem volt még, hogy a miniszterelnök aztán kiáll, és azt mondja, hogy megvan az új egység, és ez a 3,2 millió ember, aki meghozta az ő saját politikai döntését a kormány szájíze szerint, az az új egység. Érdeklődni szeretnék, hogy így a többiekkel, mondjuk velem. Tehát, hogy én akkor, és még sokan. Tehát a választópolgárokból nagyjából őt. Hogy hol van oda az egységben? Tehát, hogy akkor, ha ő az új egységet képvisel. Szerintem nincs benne. Ha ő azt, de rendben van, tehát, hogyha ő az új egységet... Nem. Tehát de ő, és elmondom az ATV-ben, ő nem pusztán a fideszesek miniszterelnöke. Fáj ez nekem, hogy ki kell mondanom, hogy ő Magyarország miniszterelnöke, mert ez egy tragédia, és szerintem egy tragikomédia is egy ilyen ember Magyarország miniszterelnöke. De ez a helyzet, hogy ő nem csak annak a 3,2 millió embernek a miniszterelnöke, aki az ő politikai szájíze szerint szavazott, ő mindenkinek a miniszterelnöke, aki magyar állampolgár. Itt él ezen mondjuk ezen a 93 ezer négyzetkilométeren. Hozzáteszem, az nem áll tőlem távol, és rendkívül nagy örömmel tud eltölteni, ha a mi világunkból jöhet a maradéknak a miniszterelnöke majd. Hozzáteszem, mi nem csak annak a nyolc... maradék, de most ugye... Hát de mi vagyunk a maradék, de most úgy néz ki. Oké, de 3,2 tized az új egység, a többiek a maradék. Több. Igen, és ez ad reményt, azt gondolom, meg az, hogy egyre inkább látszik, hogy a Fidesz ezt az egész népszavazást nyilvánvalóan kettő dologra használta fel. Az egyik az, hogy újra elköltsön rengeteg sok pénzt, és odaadja a haverjainak, hát ezt láttuk. A másik pedig, hogy újra ellenséget gyártson. Ugye menekültek lettek az ellenség ebben a
kampányba, és emellé most már hozzákapcsolódnak azok a magyar polgárok, azok a magyarok, akik szembe mentek a kormány akaratával, így vagy úgy, akár igennel szavaztak. Amely szembe ment a Az mindig ellenség. Kormány akaratával, amely kormány épp a magyarságot akarta megvédeni, a baloldal meg elveszíteni. Igen, de az mindig tudjuk, tehát, hogy mi, akik a demokratikus ellenzék világában vagyunk, számukra mi, hogy mondjam, tehát ők alapnak tekintik, hogy mi hazaárulók vagyunk, és nem vagyunk magyarok. Én ezt nem gondolom egyébként Orbán Viktor, én csak egész egyszerűen azt gondolom, hogy ő egy nagyon rossz miniszterelnöke Magyarországnak. Én ezt nem gondolom, hogy ő ettől nem magyar, ugyanúgy magyar polgár, és talán még, hogy mondjam, a lelke mélyén van is olyan dolog, amiben jót akar. Mondok egy példát, az például egy nagyon jó döntése volt a kormánynak, hogy a kamionok nem előzhetnek az autópályán. Hozzáteszem, ennek a döntésüknek érvényt nem tudnak szerezni, mert a kamionok folyton az autópálya belső sávjába mennek, akadályozzák a forgalmat. De hogy nem kérdőjelezem meg az ő magyarságát. Az ő egész népszavazási folyamata. Az nem szól Európáról, az nem szól a magyarokról, az csak és kizárólag róla szól, és szerintem egészen elképesztő, hogy Magyarország miniszterelnöke egy ilyen one-man show-t csinál, és csak saját magával foglalkozik, a saját hatalmával, közben pedig hallottuk ezeket a korrupciós ügyeket, hallottuk azt, hogy a felnövekvő generációnak lassan nincs esélye ebben az országban. Minden esetre legközelebb, hogyha a vendégségbe hívjuk az Egyenes Beszédet, mindig fogok öntől kérdezni egy jelenlegi kormány pozitív döntése. Tehát elkezdjük egy ilyen sor készülni, felkészülni. Előttem. Tehát az a baj, hogy előttem. Ez az egy, amit úgy látom, hogy keresem még. Próbálkozom. Köszönöm, hogy itt volt.